Üdvözlöm, polgármester úr, a képernyőn keresztül, és hát nagy dolgok történtek tegnap. Kérem szépen, hogy mondja, mi minden az. Nagyon sok könnyítés lesz, úgy hallottuk. Igen, hál' Istennek Budapesten is el lehetett kezdeni olyan a vírushelyzet, hogy el lehetett kezdeni a fokozatos és óvatos nyitást. Így itt a 16. kerületben is elkezdtük. Talán a egyik legjobban várt, vagy legfontosabb intézkedés az, hogy a óvodába, illetve a bölcsödébe hát nem azt mondom, hogy nyitva vagyunk, mert zárva eddig sem voltunk, ügyeleti rendszer volt, de most nyitunk az ügyeleti rendszerbe, tehát most már minden épületünk nyitva lesz, minden csoportunk nyitva lesz, lehet hozni a gyerekeket. Arra kérünk mindenkit, hogy tudjuk tartani azt, hogy csoportonként 5-10 gyerek van nagyjából, hogy csak az hozza be a gyereket, aki feltétlenül másképp nem tudja megoldani ezt a kérdést. Mert ugye általában 20 gyerek körül van egy-egy csoportban, körülbelül akkor tudjuk a 10 főt tartani, ha fele annyi szülő vagy fele annyi gyereket hoznak be. Ebből is az következik az, hogy ugye aki nem hozza a gyerekét, az nem számít hiányzásnak, nem kell igazolást adni, se szülői, se orvosi igazolást. Az előzetes igényfelmérés alapján, amit az óvoda közvetlen a szülőkkel végzett, nagyjából ez az 5-10 fős csoport, ez tartható. Persze, akiket nem értek el, és hirtelen most behozzák a gyerekeket, akkor természetesen ez változhat. Remélem, hogy rövid időn belül újabb nyitást tudunk. Ahogy én figyelem a eseményeket, nagyjából ugye Budapest 2 héttel halad a többi megye, vagy a többi település után. Tehát nagyjából június elején szerintem már teljes létszámban lehet majd az óvodát üzemeltetni. Ugyanígy nagyon várták már a kisgyermekes szülők, meg a gyerekek főleg a játszóterek megnyitását, úgyhogy az önkormányzat az összes játszóterét megnyitja. Azért mondom az összeset, mert vannak olyan kerületek, vagy olyan információs eljutott hozzám, hogy van olyan kerület, ahol csak a nagy területű, alapterületű játszótereket nyitották meg. Nálunk megnyitottuk az összes játszóteret, lehet menni. A reformátorok terén is átépítésre került a csúszda. Mind a hárman lecsúsztam, és eddig se volt túlságosan, hogy mondjam, veszélyes én számomra ez a csúszda. Most meg aztán abszolút nem lett az, úgyhogy nyugodtan ki lehet próbálni mások számára is. Akkor ami fontos döntés született még, hogy ugye szintén várják a szülők, hogy lesz-e nyári tábor, önkormányzati nyári tábor. Ugye ez mindig az iskola végével szokott kezdődni, tehát június 15-tel. Most június 15 pont hétfői napra esik, úgyhogy június 15-én el is kezdődik a tábor. Annyi könnyítést hoztunk, hogy azoknak, akik a koronavírus járvány miatt veszítették el a munkájukat, és jelenleg munka nélkül vannak, azoknak a gyerekeiknek nem kell a tábor díjat megfizetni, csak az étkezésért kell fizetni, amennyiben 3 hét vagy annál kevesebb időre hozzák a gyerekeket. Tehát ha valaki, nehogy Isten, mind a 11 hétre beszeretné iratni a nyári táborba a gyerekét, akkor 3 hétig a tábordíjat nem kell fizetni, utána kell fizetni, de ilyen nagyon-nagyon ritkán szokott lenni. Általában az átlag használati idő a tábornak az 2 hét. Most ezt másfélszer felszoroztuk, 3 hétig akkor nem kell fizetni annak, aki elveszítette a koronavírus járvány miatt a munkáját, is jelenleg sincsen neki, már hát az ő gyerekeinek. Az egészségügyben nagyjából azt tudom mondani, hogy változatlan az ellátási rendszer, tehát ugyanúgy telefonos előzetes bejelentkezés alapján. Ha sürgős eset van, akkor a házi orvos fogja értesíteni a szakrendelőt, és akkor tud menni a szakrendelőbe időpontra az, akit a házi orvos beutal. Kérem a betegeket, hogy a házi orvosnál, ha esetleg a házi orvos elfelejteni, akkor szóljanak neki, hogy a normál papírbeutaló most nem elég, hanem azt kell, hogy telefonod oda is szóljon a meghatározott szakrendelésre, hogy akkor ő egy sürgős beteget küldene. Persze, amikor nem sürgős ellátásról van szó, akkor nyilván a beutalóval maga a páciens fog időpontot kérni, és akkor arra a meghatározott időpontra fog menni. Ugye itt komoly problémát jelentett korábban a labor. Ugye a labor az nem az önkormányzat fennhatósága alatt van itt a szakrendelőben, ezt még a előző polgármester idejében privatizálták, tehát ez egy magáncég csinálja itt a labor vizsgálatokat a 16. kerületi szakrendelőben. Nekünk ráhatásunk, utasítási lehetőségünk nincs a laborra, hogy hány emberre végezik a munkájukat. A elmondásuk szerint a 4 személy közül, akik eddig a vért vették, 3-a 65 év fölöttiek, tehát nem dolgoznak jelenleg. Mi kértük őket, hogy az egy helyet legalább 2 embert állítsanak be,
ezt valahogyan meg is oldották, de mi csak kérni tudunk, tehát ezért szíves türelmét kérem mindenkinek, aki laborra kíván menni. Mondom még egyszer, az önkormányzatnak csak kérési lehetősége van, a szakrendelőnek is, itt utasítási lehetőségünk nekünk nincsen. Akkor aztán fölmerült a kérdés, ahogy jó idő volt a hétvégén, hogy na, itt a jó idő, elvileg hétfőtől nyithatna a strand, nyit-e a strand? Föl vagyunk készülve arra, hogy nyissuk a strandot, de az időjárás jelentés alapján úgy látjuk, hogy még nincs ok arra, hogy kapkodjunk. Ugye mindig június közepén, néha június elején szokott nyitni a strand, attól függően, hogy milyen az időjárás. Most nagyon figyeli a úszodák vezetője a időjárás jelentést, és vagy pünkösdi szombaton, vagy pünkösd utáni héten, kedden fog majd nyitni a strand. Ez azon múlik, hogy milyen időjárás lesz. A körülmények adottak, tehát a strandot magát használni lehetne, csak hát rossz időben senki nem akarna strandra járni, így akkor fölösleges ezt kinyitni, tehát ezért úgy kommunikáltuk ezt, hogy pünkösd körül nyit a strand. Mondom, az időjárástól függ, hogy akkor ez pünkösdi hétvégén, vagy a hétvége utáni héten kerül-e majd sorra. Aztán döntés született arról, hogy a vendéglátóhelyek Budapesten is megnyithattak a kerthelyiségek. Mi döntöttünk arról, hogy aki közterületet használ kerthelyiségnek, és az önkormányzattól bérli ezt a közterületet, már a kerületi önkormányzattól, tehát nem a fővárosi önkormányzattól, ha a kerületi önkormányzattól bérli ezt a közterületet, akkor mi nem kérünk tőle a veszélyhelyzet végéig közterület használati díjat. Ezzel is próbáljuk őket arra biztatni, hogyha lenne olyan, hogy nem tudják megtartani az asztaltársaságok közötti másfél-két méteres távolságot, és nagyobb helyet igényelnének, akkor ne anyagi problémája legyen ennek, a védekezésnél ne legyen ez gond, hanem akkor akár nagyobb területet is foglaljanak el, természetesen úgy, hogy a közterületet egyéb más célra lehessen használni. Aztán ami segítséget adunk a hitéletre, ugye most újra lehet templomba járni, igényelték és mi segítünk, a kerületi egyházaknak egyszer használatos orvosi maszkot adunk, hogy a templomba járóknak, akinek nincsen még esetleg, mert nem igényelt az önkormányzattól ingyenesen igényelhető maszkot, az itt kaphassa meg azt a maszkot, amivel biztonságban használhatja a templomot. Egyébként a önkormányzat továbbra is biztosít ingyenes maszkokat, továbbra is egy fő számára 5 darab egészségügyi maszkot csomagolunk be egy borítékba és helyezünk el a postaládájába, amennyiben persze ezt igényli. Az igényléshez kell a név, a lakcím és a telefonszám. A telefonszám nagyon fontos azért, mert lakótelepeken nehéz bejutni a lépcsőházba, a postaládáig. Nem biztos, hogy a kapucsengőt fölveszik. Személyes tapasztalatom, hogy hiába csöngettünk a kapucsengőn, nem vették föl, betelefonáltunk, fölhívtuk a telefonszámot, otthon volt, fölvette, csak a kapucsengőre már immunisak néha. Aztán kertes házaknál előfordul az, hogy több postaláda van, nehéz megtudni, hogy melyik postaládába is szeretnék, főleg ha a név nincs kiírva, illetve a számozás sem mindig egyértelmű, az utcák számozása. Tegnap is voltam egy Cinkotai utcában, ahol ugyanazon a 6/B-n 2 darab ház is található volt, így kénytelen voltam betelefonálni, tehát fontos, hogy a telefonszámot is adják meg, hogy akkor melyik az a hely. A hivatali ügyintézésben az eljárás változatlan, tehát telefonos időpont egyeztetés után lehet jönni a 16. kerületi polgármesteri hivatalba, a kézfertőtlenítésen kell átesni, illetve akinek nincs a maszkja, orvosi maszkot adunk az ügyintézéshez, de csak telefonos, előzetes időpont egyeztetés után lehet jönni a polgármesteri hivatalba. Aztán ezen kívül, ami még kis türelemre int minket, ugye a nyugdíjas klubokat még nem nyitottuk meg. Ugye a nyugdíjasok a leginkább veszélyeztetett korosztály, nagyon igyekszünk vigyázni rájuk, éppen ezért van a nyugdíjasok segítő vonala, vagy szépkorúak segítő telefonszáma, ahol a most is kérhetik a segítséget egészen a veszélyhelyzet végéig. El fogjuk látni a nyugdíjasokat, tehát nyugodtan kérhetnek segítséget a bevásárláshoz, gyógyszer kiváltáshoz, csekkek feladásához, vagy bármi olyan dolog miatt, amiért nekik el kellene hagyni az otthonukat. Nem szeretnék elhagyni, az önkormányzat segít. A kollégák is mennek, illetve önkénteseink is járják az utcákat, úgyhogy segítünk mi ebbe, ne hagyják el az otthonukat. A nyugdíjas klubokat is meg fogjuk nyitni, reményeim szerint nem sokára, de azzal még egy kis türelmet kérek minden nyugdíjastól, mert mondom, ők a legveszélyeztetettebb korosztály is, és rájuk vigyázunk a legjobban. Polgármester úr, el szokta mondani mindig a statisztikát, most is ezt kérném most is akkor, jó? Igen, továbbra is hál' Istennek csak egy halálos áldozat van a koronavírus járványban itt a 16. kerületben. Jelenleg 5 fertőzöttről tudunk, aki otthonában gyógyul,
13-an már felgyógyultak a betegségből, jelenleg 46-an vannak hatósági házi karanténban, a legtöbbjük ugye határátlépés miatt, és 176 főnek már lejárta a kéthetes hatósági házi karanténja, annélkül, hogy tüneteket produkált volna, úgyhogy nekik megszűnt a hatósági házi karanténjuk nagyjából, sőt pontosan ez a helyzet a mai napon. Kovács Péter polgármester úrnak köszönjük szépen a tájékoztatót. Nagyon szívesen máskor is.